előzetes hatástanulmány, valamint szakmai és társadalmi egyeztetés hiányában a fővárosi agglomerációs települések és Budapest érintett kerületeinek képviselői elutasítják a kormány azon tervét, hogy a Budapestre befutó autópályák körgyűrűn belüli részei, valamint az M0-as egyes szakaszai fizetőssé váljanak. A tanácskozást Pápai Mihály Gyál polgármestere, a fővárosi agglomerációs önkormányzati társulás elnöke kezdeményezte, aki itt van a vonalban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ön hívta össze ezt az ülést, de miért? Hát hiszen a múlt héten már Talos Mihály leült a budapesti kerületi polgármesterek, és úgy látszott, hogy ők belenyugszanak a dologba, azt mondták, hogy hát majd térjünk vissza rá egy év múlva a tapasztalatok birtokában. Hát mi azt gondoljuk, hogy a minisztériumban is volt hétfőn egy egyeztetés, és ott nem értünk el különösebb eredményt, és azt éreztük, hogy el ezt a mi köreinkbe tárgyalni, és erről egy közleményt kell kiadni, mint amit ki is adtunk a mai napon. Mik az érveik? Mert gondolom, hogy már olyan sok nem merülhetett föl, hiszen már gyakorlatilag mindenki kitette a saját indokait az asztalra, tehát itt már új dolgot felhozni nagyon nehéz lehet, és hát úgy néz ki, hogy a kocka el van vetve. Hát az érveinket azért szeretnénk elmondani, és szeretnénk, hogyha meghallgatásra kerülne, és a kormány ismételten átgondolná ezt az intézkedést. Az érveink többek között az volt, hogy egyetértünk a megye matricával, hiszen ez nagyon sok embernek kedvező és jó. Azt gondoljuk, hogyha van egy népcsoport, akinek vagy egy lakóközösség, egy terület, amelynek ez jó, és ezt kiterjesztjük arra, hogy másnak is jó legyen, akkor nem feltétlenül biztos, hogy el kell venni a másoktól, és olyan helyzetbe kell hozni, hogy nekik rosszabb legyen a helyzetük. Valamint azt is gondoljuk, hogy nem teljesen tiszta ez mindenki számára, hogy a bevezető utakon például melyik tábláig kell fizetni. Mert hogyha az első Budapest táblát nézzük, itt mondjuk a mi viszonylatunkban a nullás és az ötös kereszteződésétől, akkor ez 500 méter. Ha viszont azt nézzük, hogy a lecseri piacig kell a használati piacig fizetni, akkor ez egy 4-5 kilométeres szakasz, 3. Ezen a szakaszon a fővárosieknek is kell fizetni kifele, hogyha esetleg Soroksárra vagy Lőrincre ezen az úton szeretnének elmenni. Nagyon fontos még azt megemlítenem itt, hogy ugye amíg 43 ezer forintot fizettek az emberek az éves matricáért, azt mondtuk, hogy nem vették meg, hanem az alsóbrendű utakon közelítették meg a fővárost. Most nagyon helyesen megveszik az 5 ezer forintos matricát, Pest-megye matricát, és ugye mivel, hogy ez az ország Budapest központú, így jogosan, ugye mindenki ezen a három bevezető útszakaszon, a hármason, az ötösön, és az 1-7-es közös szakaszán fogja megközelíteni a várost. Szeretném megkérdezni, vagy meg is kérdezzük, hogy a főváros felkészült-e arra, hogy ezen a három autópálya szakaszon bevezetőn micsoda forgalom növekedést fog létrejönni, és ugye ez a lakóterületeken megy keresztül, a kerületeken, és az légszennyezés, zajszennyezés sorolhatnám, számos ilyen probléma van. Mi esetünkben azt gondolom, hogy nekünk jók az útjaink, a belső úthálózatunk, és Lőrincet fogja ez leginkább súlyosan érinteni, hiszen megközelíthetjük itt ezen az úton is, a Körösi úton is a fővárost. Tudja, hogy miben tett meg engem? Ma összefutottam egy régi jó barátommal, akivel jókat szoktunk vitatkozni, mert ő jobb oldal is, őt bizonyos kérdésekben inkább szélső jobbos, de azt mondta, hogy ne nézze őt hülyének a kormány. Ha azt mondja, hogy hiányzik ennyi meg ennyi milliárd a költségvetésből, és ezt össze kell adni, akkor nagyon szívesen. De amikor egy ingyenes szakaszt fizetősít kezdtek, és azt mondják, hogy ez neki milyen jó, akkor úgy gondolja, hogy hát itt az ő méltóságát egy kicsit megsértik. Nézd, én azt gondolom, ez nem politikai kérdés, nem szélső jobboldali, vagy baloldali, vagy szélső baloldali kérdés. Ez úgy gondolom, hogy az emberek komfortérzetének és az igazságérzetének kell, hogy ebben a kérdésben helyt adjunk, mert például a gyári polgárok mitől, bocsánat, hogy ezt mondom, rosszabb polgárok, mivel hogy a 4-es és az 5-ös út között, és az 5-ös bevezető szakasza az, ami fizetősé válik, de teszem azt föl, Cseperről, vagy Sziget-Szentmiklósról, vagy Halásztelektől, ha valaki el szeretne jönni, akkor az rámegy a nullásra, a nulláson eljön Soroksárig, és a Soroksári úton meg tudja közelíteni a fővárost. És egy fillért nem kellett érte fizetnie.
mivel hogy a megyeri szakasz kikerült, a megyeri híd a hármasig, ezt üdvözöljük, ez rendben van, ebben semmi problémánk nincs, hiszen könnyítve lett ott a környékbeli lakóknak az élete, és a forgalom is könnyebb lesz. Nem értjük, hogy a négyes egyedül a négyes és az ötös közötti útszakasz miért maradt bent, illetve a bevezető utak. Hiszen az is egy fontos dolog, hogyha valaki megveszi az 5000 forintos matricát, a megye összes autópályát használhatja. Van még egy fontos dolog, ugye arról beszélünk, hogy itt vagy halljuk azt, hogyha a Balatonra valaki le akar járni, a fővárosból vagy a megyéből, egész nyáron, 3x 5000 forintért, 15000 forintért lejárhat, és nem kell 43000 forintot fizetni. Hát de ugye, ha azt veszük, hogy valaki monorról egyszer akar lemenni, és az mondjuk 7-8 nap, akkor ez egy 2700 forintos matricát fog venni, és ezzel használhatja a nulláson is a 4-es és az 5-es út közötti szakaszt. Nem értjük, hogy miért van erre szükség. Mi azt gondoljuk, hogy gyár esetében, itt 8000 személyautó van, nem lesz akkora bevételnövekedés, ami indokolná tenni ezt az eseményt, és még egyszer elmondom, itt az a probléma, hogy nem is olyan régen, nekünk még azért kellett küzdeni a közúti igazgatósággal, hogy a 10 tonna feletti kamionokat, hát hogy is mondjam, kitiltsuk a város Vecsés Bem József utcai szakaszáról, ami párhuzamos az M0-ásnak avval a szakaszával, ahol most ezt be fogják vezetni a autópályadíjat. Hát én személy szerint szurkolok Önöknek, hogy meghallják odafönt a hangjukat. Köszönöm szépen, Páplai Mihály Gyál polgármesterét hallottuk.